Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal. Írta Zelma Lagerlöf. Nils Holgersson, ott repül már oda. A hattyú király. Már jó néhány napja ítéletidő volt a Melárentó környékén. Csak úgy süvöltött a szél, és ömlött az eső szakadatlan. A hó is olvadni kezdett a környező hegyekben. A patakok pedig egyre nagyobb iramban rohantak a folyók felé. A folyók pedig minden tőlük telhetőt megtettek, hogy a hatalmas víztömeget eljuttassák a Melárentóba. Mind az emberek, mind az állatok tudták jól, hogy mindig így van ez, amikor a tavasz közeleg, mégis minden évben rettegtek ettől az időtől. Én eddig azt hittem, hogy a Melaren egy csodálatosan szép tó. Rendesen az is, de ilyenkor nem tud mit kezdeni ezzel a töménytelen sok vízzel. Minden évben kilép a medréből, minden áldott évben, én ezt nem értem. És akkor még azt mondják róla, hogy szép. Sajnálom szegény állatokat, akik itt élnek, minden évben elönti őket a víz. De hát ezt mégse kellene annyiba hagyni. Miért nem csinálnak az emberek valamit ellene? Ugyan mit csinálhatnának? Az árvíz ellen az ember épp oly védtelen, mint mi. Még az a szerencse, hogy mi Lapföldre megyünk költeni. Ez itt nagyon nedves. Gyorsan, gyorsan! Hamar az adóba! Most már elég ebből az esőből. Nagyon elegem van ebből az időből, már se hiányzik, csak az, hogy nátás legyek. A hasam meg üres. Meneküljetek! Emelkedik a víz! Mi az, már a halak is beszélnek? Nappal is kísérteteket látok. Napok óta járok üres hassal. Most meg hagyjam, hogy az orrom előtt futkározzanak a jobbnál jobb falatok. Hát nem, utálok. Lökjük ezt a patörzset a vízre. Jaj, szédülök. Hiába már nem vagyok mai gyerek. Szeretném tudni, hogy mi olyan nevetséges. Úgy látom, már a híres ravaságod is cserben hagy. Nem te vagy Ágota a hírmondó? De igen, pontosan az vagyok. Megbízható, ügyes, gyors és titoktartós, mivel sok helyen megfordulok, mindenkiről mindent tudok. Sokat hallottam már rólad, örülök, hogy épp most találkoztunk. Te bizonyára tudod, hol járat most akkor a vadlú csapatával meg a törpével. No igen, tudom, de neked biztosan nem fogom elárulni, ha? Mint az előbb említettem, rendkívül titoktartó vagyok. Nem vagyok olyan ostoba, hogy épp egy ravasz rókának áruljam el, amit tudok. Pedig most jó ügyben járok, hidd el. Nem én rólam van szó, egy hírt kellene átadni Akkának. Na persze, akkor nem tudhatja meg, hogy tőlem származik a hír. Ahogy ismerem, még gyanakodna. Nyugd már ki végre, hogy mit akarsz, nem érek rá társalogni. Hótolú Roló, a hattyú király kért a segítségemet. Nagyon nagy bajban lehet, ha odáig süllyed, hogy tőled vár segítséget. Ugye tudod, Ágota, hogy a Melarentó kilépett a medréből és elöntötte az egész vidéket? Hogy ne tudnám, minden évben kijönt. A hattyúk nagy bajban vannak.
és hótoló roló a hattyúk irány. Na jó, akkor lejövök. De még mindig nem fér a fejembe, hogy a büszke hótoló épp egy ilyen rókát kér meg, habár azt mondják, ha ló nincs, jó a szamár is. Tartsd a csődöt, te! Inkább figyeld, amit mondok. Ismered ugye bár Nils Holgerssont, a törpét? Igen, hallottam a kis emberkéről. Azt mondják róla, hogy nagyon eszes legény és mindenkin segít. Egy szegény hattyúk a legnagyobb gondban vannak a fészkeik és a tojásaik miatt. Ezért kéri hótoló roló, hogy akka hozzá nézze sürgősen a hattyú öbölbe. De ilyet, hogy a gőgös hattyúk a vadludaktól kérjenek segítséget? Az máskor ki nem állhatják egymást, de a bajban nem számít az ilyesmi, tudod. Ilyenkor össze kell tartani, én is ezért segítek. Szólj, légy szíves akkának, hogy hótoló várja a gyerekkel együtt. Már is. Habár meg kell, hogy mondjam, nem szűnök meg csodálkozni, hogy egy hattyú épp egy súnyi rókával üzenjen a vadludaknak. Akkor én indulok is akkához, de rólad még csak említés sem fogok tenni. Mondd meg, hogy siessenek, érted? Siessenek! Hallod! Érzem, hogy ez most sikerülni fog. Milyen jó hírt hozol nekünk, Ágotta? Nagyon komoly és sürgős ügyben küldtek hozzád, Akka. Hótoló roló a hattyú király bajban van és a segítségedet kéri. A vihar szétrombolt a fészkeiket és a tojások beestek a vízbe. És ezért kéri a róka, akarom mondani, a hattyú király, hogy menjetek a hattyúbőlbe és vigyétek Nilset is magatokkal. Ilyet se hallottam még. Szokatlan valóban. A hattyúk segítséget kérne. Hát. Na nem, ezt aztán nem. Még hogy én segítsek ezeknek a beképzelt ostoba és gőgös hattyúknak, eszem ágában sincs. Így mennek el mellettünk. Még a köszönésünket se fogadják. Aztán, amikor pácban vannak, akkor hirtelen eszükbe jutunk. Én sem megyek. Hallgassatok már egy kicsit, Akka is szeretne valamit mondani végre. Megértem, hogy nem akartok segíteni. Kétségtelen, hogy a hattyúk mindeddig nem bántak velünk nagyon barátságosan, és inkább kerülték a társaságunkat, pedig erre mi nem adtunk okot. Mégis van egy törvény, miszerint ha egy madár segítségért fordul a másikhoz, azt nem lehet megtagadni. A hattyúkra ez nem vonatkozik. De igen, Guster. Az árvíz összetörte a hattyúk fészkeit, és a tojások beestek a tóba. Ha velünk történne ilyesmi, nekünk is el kellene a segítség. Én azt mondom, kötelesek vagyunk segíteni. Igen, igazad van, Akka. Engedélyt kérek, hogy itt maradhassak. Ha megyünk, mindenki jön, ő sem kivétel. Ne kiabálj úgy, Gunnar. Ingrid jogosan fél, minden oka megvan rá. A gondolatától is berzenkedek annak, hogy a közelükbe menjünk. Félek, hogy a fiatalabbak heveskedni fognak. Senki nem erészeljen úgy szájalni a hattyúkkal, mint tavaly. Ha rajta kapunk valakit, velem gyűlik meg a baja. Márpedig én egy tapottat sem mozdulok el innen. Guster, nekem nem tarant... a hallásommal még nincs baj. Elnézést. Ne hozzatok szégyent rám, gondoljatok a jó híremre. Ne hozzatok szégyent akkára! Ez bizony szomorú látvány. Értem ezeket a hattyúkat. Miért nem mennek máshová költeni? Azért, mert hótoló roló és Lili nemzetsége itt lakik, amióta világ a világ. Hát hova menjenek? Butaság! Régen nem volt itt vadhattyú, csak szelíd. Azok is a kastély parkjában. Egyszer aztán egy vadhattyú pár járt erre, és megtelepedett az egyik kis öbölben. Ettől a pártól származik az egész csapat. Azóta a környező tavakat is minden lepték a vadhattyú. És mind-mind attól az egy pártól. Ezek már mind itt születtek. Érthető, ha nem akarnak elmenni innen. Kérem, hogy mindannyian fegyelmezetten viselkedjetek a leszállásnál. Ez egy jó keszű galamb. Tényleg ide sűrített a vadlibákot. Szegény, kedves népem. Az árvíz sajnos ismét óriási károkat okozott nekünk. Dicséretet érdemel, hogy veszteségeiteket emelt fővel viselitek. Hozzászoktunk már, hogy évről évre az árvízzel kell küszködnünk, de az idén különösen nagy veszteség ért bennünket. Az ár elvitte fészkeinket, tojásaink a tófenekén. Azt mondom, hagyjuk el ezt az öblöt és keressünk új költőhelyet magunknak. Ellene vagyok, én képtelen lennék csak úgy itt hagyni a tojásokat.
De kedvesem, a tojások szinte mind a tó fenekén vannak, semmi remény rá, hogy visszaszerezzük őket. Elvesztek sajnos. Nézzétek csak, a baj nem jár egyedül. Mit akarnak ezek itt? Húzzátok ki magatokat, rendesen ússzatok. Igenis. Hallottátok a parancsot? Akka azt mondta, hogy húzzátok ki magatokat. Begyed ki, fejed fel, egyenesen tartsátok magatokat. Most jó. Szép simán beevezünk a hattyúöbölbe, és senki sem fegyelmezetlenkedik. Nem bámuljátok a hattyúkat, nem sugdolóztok, és nem csúfoljátok őket. Ha ők kezdenének ilyesmit csinálni, nem törődtök vele. Azért jöttünk, hogy segítsünk nekik. Vigyázzatok! Tudjátok, milyen érzékeny ez a hattyú népség. Ha harcra kerül a sor, biztosan mi veszítünk. Nagyobbak is erősebbek nálunk. Ezek úgy tesznek, mint a beszélni akarnának. Remélem, velünk. Nem gondolják, hogy szóba is állunk velük. Ott még nem tartunk. Arra sem miért nézek, hogy rájuk nézek. Elment az eszük. Csönd! Figyeljetek rám egy kicsit. Meg tudom érteni felháborodásotokat, de azért ne veszítsétek el a fejeteket, helyezkedjetek üdvözlő tartásba, legyetek méltóság teljesek és büszkék. Illő fogadtatásban részesítjük őket. Királyi fogadtatásban. Maradjatok egy sorban! Felzárkózni! Jó, jó! Hogy bárulnak már megint? Beképzelt népség. Mit mondjon a magamfajta házilud? Te láttál már ekkora hattyúkat? Nem, az igaz, hogy más milyeneket se. Kíváncsi vagyok, hogy mit akarhatnak tőlünk. Akka a vezérük, talán még nálam is öregebb. Tudjuk, hogy nagyok vagytok. Felhajtás. A végén még hattyúvá ütik Akkát is. Ó, micsoda megtiszteltetés. Nem hittem, hogy még viszont látjuk egymást. Csak tegnap érkeztünk, és hírét vettük, hogy milyen nagy baj történt itt. Hát igen, az ilyen nagy szerencsétlenség meg hamar híre megy. Hát ez még mi a csoda? Na hát, mi ez? Hófehér vadlút? Te láttál már hófehér vadlutat? Biztosan ez is tarka, csak festi magát. Ilyen vadlúd nincs. Hallatlan. Csak nem képzeli, hogy ezáltal mi hozzánk hattyúkhoz fog hasonlítani. De hisz ez egy közönséges liba. Mit csináltok? Hagyjatok békén! Ő se bántott titeket? Ültek a nacak. Ilyenek a hattyúk, akkor nem szeretem őket. Ez meg miféle varany? Ha, nézzétek, két fejen őt a hátán. Az egyik varany emberjelmezbe öltözött. Elég legyen, vagy kijövök a sodromból. Na nézzék, hogy felvágták a nyelvét a kis libuskának. Ha mindenáron meg akarsz mérkőzni valakivel, gyere! Na hát ilyennel még soha életemben nem találkoztam szavamra. Hát csak gyere, most fogsz! Nálad külön állatokkal is elbántam én. Tudd meg, te madár! Vigyázz, nézd, milyen hosszú nyakunk van! Vizsgáljuk meg, valódi el-e azok a szép fehér tollak? Kitűnő ötlet, kiderülhet, hogy még csak nem is liba, hanem kacsa. Hagyjátok abba, de azonnal! Ő nem ártott nektek, megyek és megmondlak titeket a királynak! Na most aztán már elég, ülsz, kapaszkodj! Nem! Mi történik ott? Márton szemet szúrt nekik! Fúvalkodott pimasz népség! Hárman mentek egy gyerület! Hozz a dolgunkba, mert hal eledel csinálok belőled! Jön, nem hagyom sértegetni magam! Az az érzésem, hogy ott hátul szükség van rám. Akkor menjünk mi is, siessünk, mutassuk meg ezeket. Még csak ezt hiányzik. Nem sok jót jósolok a tiédnek. Segítenem kell
már nem is lesz szükség. Róval! Ezt itt mindjárt a mondjaidra is vissza! Én ezt már nem bírom nézni. Mit képzelt magadról, te hókaképű? Hát ez olyan nagyon szép vagy. Nálad biztosan szebb vagyok, te boszorkány. Most a baliba. Amilyen hosszú a nyakad, olyan kevés az ezer. Ha én ilyen buta lennék, megfogtám a csőrömet és elbújnak szégyenemben. Nem akar! Engedj el, engedj el, engedj el! Jó repülés! Ez megkeserülik. Ha nem csak a szemem, az ott Ágota. Ágota, gyere ide! Gyere ide! Mit csináltok ti odalent a vízben? Vigyél vissza minket a hattyúöbölbe, Akka és a többiek veszélyben vannak. Jaj, de félek, hogy az a ravasz róka rászedett. Ennek rossz vége lesz, én úgy érzem, Akka. Nem kellett volna belemennünk ebbe a dologba. Ott jön Ágota, nézted hozzá a hátán. Nils megmentett minket. Hattyúk ide hozzám! Igen, is! Ezt nevezem szerencsének! Érdekes. Most nagyon szendélyen sorakoztok itt. Szóval, hataljam! Ki volt az, aki nem teljesítvén kívánságomat elsőül kezdte a civakodást? Hallgattok? Tehát annyi bátorság sincs bennetek, hogy megmondjátok. Hát ez szomorú. Az úgy volt, hogy a hattyúk Mártont... Tehát Márton kezdte? Szánom bánom bűnömet, a mentségem csak az, hogy én nem akartam. Azok a hattyúk úgy felbosszantottak, hogy már nem tudtam, mit csinálok. Bocsánat. Nem Márton a hibás, te talán nem látod, mit csináltak vele a hattyúk? Azt senki se tűrte volna, én se. Rám is azt mondták, hogy varangy. Rám is, igen. Amikor mi azért jöttünk ide, hogy segítsünk nekik. Ez mind csak mellébeszélés, én előre figyelmeztettelek titeket. Roló király és Lili királyné jönnek. Mit akarhatnak még? Remélem, nem kezdik előről az egészet? Én is. Azért jöttünk, hogy elnézésedet kérjük. Minden úgy volt, hogy a kis törpe és a fehér liba mondta az imént. A hattyúk a hibások. Az lett volna a legjobb, ha elkerülitek a hattyúöblöt, mint eddig. De hiszen mi azért jöttünk, hogy segítsünk nektek a nagy bajban. Hírmondó Ágota elbeszélte nekünk, mi történt veletek. Azt mondta, a tojásaitokat elsodorta az ár. Bizony, ez a szomorú igazság. Na de hogy jutott eszetekbe ezért idejönni? Miért? Hát nem ti küldtétek Ágotát mi hozzánk, és nem ti kértétek, hogy jöjjünk nektek segíteni? Mi egy pillanatig sem haboztunk. Kötelességünknek tartottuk, hogy eljöjjünk. Ez furcsa. Honnan vette Ágota ezt a képtelenséget? Hetek óta a színét se láttuk, és egyébként meg sem fordult a fejünkben, hogy tőletek kérjünk segítséget. Ezt a rejtét egyedül Ágota tisztázhatja. Igen, igen. Hogy jutott eszedbe, hogy a mi követünknek ad ki magad? Jó, nem mondhatom meg. Már hogy nem mondhatnád meg, megmondod te még hozzá gyorsan, különben! Különben búcsúzhatsz a hírmondói állásodtól, na? Smöre a róka küldött hozzátok, de megígértem, hogy nem mondom el nektek. Úgy röstellem magam. Hogy Smöre? Smöre volt. Buták ezek a galambok. Még köztük is a legbutább. Olyan meggyőzően mondta, tulajdonképpen igazat mondott, végül is az ár elsodorta a hattyúk fészkeit és tojásait, vagy nem? Egy rókának beugrani, Akka majd gondoskodik róla, hogy ezentúl senki ne üljön fel a híreimnek. Ilyen szigorúan büntettek? Ez nem igazság, először fordult elő ilyesmi velem. Eddig mindig minden feladatot pontosan teljesítettem. Milyen rendes tudod, segítség. Igazán sajnáljuk, hogy megnéztem, nagyon sajnáljuk. Egész hattyú népem hálásan köszöni, hogy eljöttetek, különösképpen csodájuk bátorságáért és ügyességéért, Mártont és Nilszet. Remélem, sikerül is felhozniuk valamit. Elszánt fickó ez a Márton, Nilsz pedig agyafúrt kislegényám. Ha egyszer a fejébe vesz valamit, azt véghez is viszi. Yeah.
Megoldás! Jövünk! Hallottam valamit! Micsoda boldogság! Én olyan boldog vagyok! Látod, nélkülünk is egész jól sikerült. Szerintem ezt meg kellene ünnepelni. Rendezhetnénk egy repülésversenyt. Ez jellemző rátok! Márton és Nils erőlködnek, nektek meg az ünnepléssel jár az eszetek. Inkább gyertek ti is segíteni. Ez egy dologhoz ért, az ünneprontáshoz. Már pedig néha nekünk is jár egy kis pihenés. Nincs igazam, Lasse? Nagyon is. Bocsáss meg, Márton, ne haragudj, segíteni akartunk. Hova tudjál? Na, mit csináltak? Júi, segítség, Júi, na. Smere! Vigyázzon! Most meg vagy végre! Ez még csak a kezdet volt! A következőt kérem! Ne hagyjátok egy percre sem! Gonosz rókát elzavarták, a vadludak és a hattyúk között pedig szent volt a béke. Másnap a vadludak útban észak felé átrepültek egy bányaváros fölött. Nils kerekre tágult szemmel nézte a tájat. A részbányákról már hallott Batukától, akinek kedvenc helye volt ez a vidék, mert imádta a titokzatosságot. Sokat törte a fejét azon, hogy vajon hogy állnak meg a rozog a bányászviskók a szakadék szélén. De legeslegjobban egy bizonyos öreg viskó érdekelte. Szüntelenül a körül repdesett, kíváncsiskodott. Bizony jobban járt volna, ha nem kíváncsiskodik annyit, de erről majd a következő részben mesélünk nektek. Magyar hangok. Szerednyei Béla, Hacser Józsa, Márton András, Gruber Hugo, Felföldi László, Kassai Károly, Bor Zoltán, Vándor Éva, Radó Döniz, Földesi Margit, Rubold Ödön, Sáfár Anikó, Józsa Imre, Rátonyi Hajni, Földi Teri. A forgatókönyvet írta és a filmet tervezte Marty Murphy. Zene Karel Svoboda. Rendezte Hisayuki Toriumi. Magyar szöveg Kertész Judit, hangmérnök Illés Gergely, rendezőasszisztens Kovács Miklós, vágó Mihály Falvi Mihály, gyártásvezető Miklai Mária, szinkronrendező Várai Ibolya. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben készült.